Nagyon nagy szeretettel köszöntöm munkatársaim nevében is kedves nézőinket a Körmendi Sportcsarnokból. Hamarosan kezdődik a piros-fekete találkozó. Az Aegis Körmend vendége a MAVC együttese. Elnézést kérek, ha néha elcsuklik a hangom, volt egy nagy futásom itt a mérkőzés előtt is. Hát sajnos így jártam. Remélem, hogy idővel visszáll minden a régi kerékvágásba. Teo Csizmics a meccs előtt mondta, hogy nem kell őt emlékeztetni a MAVC tavalyi látogatására. Ugye akkor a hazai veretlenséget épp a MAVC ellen vesztette el az Aegis Körmend. Sziota Smith volt a két húzóember a légiósok közül. Akkor és mindketten itt vannak most is a MAVC csapatában. Bár Matija Pošić és Lakic hiányzik a MAVC-ból. A Körmendben minden bizonnyal Devon Sadler nem fog játszani. Úgyhogy itthon is, mármint a hazai csapatnál is van hiányzó. Meglátjuk majd, hogy mit hoz ez a találkozó. Németh Gergő, aki tegnap volt 10 éves, készülődik a labda feldobáshoz és kezez le a játékosokkal. Gyenes Diásról járnak családjával meccsekre ide Körmendre. És ezt kapta szülinapjára többek között, hogy ma ő dobja fel majd a labdát. És Gergő feldobta, Sziota elkapta, egy pacsi még mindenkinek. Aztán majd Györfi Pál Attila dobja fel a labdát, Jakab László és Rácz Zsolt, a két segítője. Németh Csaba az ellenőr, a vendégcsapat, a MAVC vezetőedzője Garai Péter, a klub tulajdonosa is egy személyben Jakab Máté segíti a munkáját. És akkor most már valóban útjára indult a labda, a Körmend támadhat. Peti Ferenc és a labdát megszerző Smith, Horti és Lavrige a körmendi ötösben. A másik Smith a MAVC-nál Misek, Kovács, Hardin és Sziota. Misek tette át a másik oldalra, nem jó a hármas. Horti a lepattanó. Hozzáér a Harden lába. Oldalról jöhet a Körmend 2-0-nál. Smith megint pozícióban a másik Smith mellett. Ezúttal elrontja, de visszaszerzi. Ez sincs bent, és a pöci sem. Megint Smith, és ez már bent van. Devil Smith a labdával. Sziota, Smith. Rengeteg pont van mindkettőjükben. Meglátjuk, mennyi jön most ki. Lavrige kapja, nem túl pontosan, de a dobás pontos. 7-0 a második percben. Harden. Ő is ellövi a hármast, ez sem jó. Ferencé a lepattanó. Peti viszi be. Lepasszolja. És Smith megint pozícióban. 9-0. Sziota hármasa nem jó. Peti. 2 perc telt el, 9-0. Megint Smith kapja pozícióban. A Körmendi a labda. Lavrige, Peti. Horti megy be és zsákol, 11-0. A harmadik percben jön a vendégidőkérés.
Neville Smith a labdával. Harding kapja. És az első vendégkosára egy tripla. Jesse Harding ott maradt tisztán. 11-3. Egy évvel ezelőtt, mikor itt játszott a Mavc, akkor a meccs előtt nagyon-nagyon ideges volt Teo Csizmics, hát most sem nyugodt. Minden esetre Horti második kosarával 13-3. Szióta, aztán megint Harding maradott tisztán, és megint bevágja a triplát. Teo Csizmics kéri számon Lenzel Smith-t. Két nappal a meccs előtt elmondta neki, hogy más dolga nincs, mint rajta maradni. És üldözni Smith, nem jó. A körmendi tripla, 13-6. Kovács lódult meg, Neville Smith szerez egy duplát. 13-8. Zárkózik a Mavc. És beáll zónára a vendégcsapat. Ferenc majdnem eladja a labdát. Peti. Lavrics kapja megint hármasra, de nem jó. Horti beleüt, Peti szerzi vissza. Megint egy kéz, Horti kapja, és nem jut el Lavricshoz. Megint egy lábat ér a labda. Horti, kimarad a dobás. Támadhat a Mavc. Smith, Lavrics faltolja le. Smith. Faltára lopta el, Peti mutatja a játékvezető. Kovács Ádám kezére ütött rá, és kettő dobás. Jön Terry ellen a körmentben, Horti helyére. A második büntető lejön. Kovács Ádám egyelőre egy pontnál tart, 13-9. Peti. Lavrics lopakodik közelebb, és szerez egy duplát, ő is a palánk alól. 15-9. A körmendő a lepattanó. Smith nem dobta el távolról, megjátsza Petit, és rendre a kis emberek a palánk alól szerzik a kosarakat, kivéve amikor Horti meg Lavrics, de ez volt most egyelőre a ritkább alkalom eddig ezen a meccsen. Szihota, és a pöci sem jó, 17-9-nél indul a körment a negyed felénél, Ellen túl a gyűrű vonalán, Ferencet játssza meg, Lavrics tovább, Peti, Ferenc a büntető vonalról, nem jó, a kettes, nem jó, és ki a labda, Peti még visszaszerzi, Smith bedobja, 8 pontos, 19-9. Kimarad a dobás, indulhat a körmend. Peti. Smith megjátsz ellent. Hát eddig a palánk alól gyilkolja a Mavcot a körmend. 21-9.
21-9-nél támadt át a körmen, de ezúttal elcsípi a passz Smith. Ellenállítja meg. Ez így három dobás. Harmadik kimarad, Lavrigé a lepattanó, 21-11. Petty. Lefordul Davis Smithről, végigviszi, bedobja. Négy pontos Petty. 23-11. Davis Smith. Misek Levente harcol két személyi hibát. Misek első büntetője bent van. És a második is. Ferenc. 23-13. Smith távolról, nem jó. A lepattanó Kovácsé. Smith. Most ő megy be a gyűrű alá, de elrontja a dobást. Indul a másik oldalon, Lenzel Smith. Ez is kettő dobás. A második is lejön, Szihotályi a lepattanó. Kettő ponttal nyert a Szeged otthon a Sopron ellen. Az a meccs már véget ért. Kovács vissza. Szihota. A másik oldalról nem jó a távoli kísérlet, Szihotályi a fal. Jön német Ákos a körmenben. Molnár Levente és Dr. Péter is civilben a padon, ők sérülés miatt ma nem küldhetők a pályára. Lavrics fordul be egy tempóra, nem jó. Kovácsé a lepattanó, 23-13 a 8. percben. Szióta lövél azonnal, nem jó. Azt már nem lehet megmenteni. Pápai Máté próbálkozott vele. Magasított át a szerkezeten Garai Péter. Ellen, lépéshiba. Terry Ellen ugye nagyon nagyot játszott kint Belgiumban.
negyedik forduló legjobbjai közébe került a legjobb ötösbe a FIBA kupában. De voltak még ott kiemelkedő egyéni teljesítmények. Ferencia lepattanó. Leverage, német. Peti. De tovább mutatják a játékvezetők. Hardin beláll a hármasba, és be is dobja, nem vitte közelebb. Jesse Hardin már a harmadik triplája. 23-16. Ferenc, Ellen. Peti. Német Ákos távolról, rövid. Ferencia lepattanó. Ott van Peti. Ferenc, ez sem jó, megint nem jó, és a lepattanó. Sziótájú. Hát a statisztikusok keze alatt most ég a gomb. Az biztos. Nem jó a hármas, Németh Ákosi a lepattanó, és a falt a vendégeké. Pedig a pihenőt visszaáll Lenzel Smith. Smith, német, Ellen, és egy dupla Terry Ellentől. ...25-16 van, még 13 másodperc. Hardin elemeli a hármast, és ezt is bevágja a negyediket. 12 pontos már. 25-16. Smith, ő eladja. Így telik le az első 10 perc, 6 pontos körmendi vezetésnél. Amaz kezdheti a második 10 percet. És nem jutott el a passz Bordás Somától a játékostárshoz, Ellen tovább, német. Bát Csorvási a körmendben, Ferenc ellövi a hármast. Nem jó, Németh Ákosi a lepattanó. Német, Ellen. Szióta igyekszik őt megtartani, Smith is besegít. Visszalap, de Ellenhez letelt a támadóidő, késői a dobás. Marad a 25-19. Hardin. Smith. Sziota távolról, tőle is jön a hármas. Az első, de csapatának már az ötödik, 25-22. Smith. Ellen félkézzel bent van. Kicsit hanyagnak tűnő mozdulat volt, de kettő pontot ért. Smith, Németh Ákos labdát szerez. Devő Smith maradott a földön. Jó, majd Leverage a körmentből, nincs szükség szerencsére különösebb ápolásra, minden rendben van Smith-szel. Ferenc helyett jön Leverage. Körmendi vendégkönyvben merült fel az ötlet ma délután, hogy ha ünneplés van Körmenden, akkor milyen jó lenne, ha a csapattal felmenne a táborba. Teo Csizmics is. Nos, hát megkérdeztem a mestert a meccs előtt, azt mondta, hogy
ő ebből inkább kimaradna, ez maradjon meg a csapatnak és a szurkolóknak. Legyen ez a csapat privilégiuma. Ő is nagyon-nagyon együtt örül minden sikernek a szurkolókkal és a gárdával, de ő azt mondta, hogy inkább a szurkolótáborba menjenek fel a játékosok, és legyen ez a csapat és a szurkolók közös ünneplése. De Lavrić egy újabb dupla, 29-22. Kucsora Csaba is beállt a MASZ-nál. Németh Ákos most már nem először gyűjti be a lepattanót. Marad a 29-22. Lenzel Smith. Ellenkapja. Bent Csorvási birkózik. Ellen indul el a gyűrű felé. Csorvási kapja. 3 másodperc. Támadó hiba. Távolról Györfi Pál Attila befújja, itt 1 méterről a másik játékvezető nem látta szabálytalannak. Csorvásit, Németh Ákos helyett jön vissza. Petti a körmenben. A statisztika tanúsága szerint 21-5-re vezet lepattanózásban a körmen. Azért ez nagyon nagy különbség. Hardin. Kucsora. Hardin lépés, gyanús volt a dolog, mehet tovább. És a tempó, ami nem jó. Smith, mármint a Lenza, a körmendi Lenza, Smith és a falt. Visek Leventétől, 29-22-nél. Petti faltól az elvesztett labda után. A Pécs 11-jel vezet a Falco ellen a második negyed elején. Hardin megy közelebb ezúttal, nem távolról. Zicserből talál be, 14 pontos már. Nem jó a távoli, Petti kapja vissza a labdát. Ellen, ő is elemeli, ez is széles. Lavrić lökte el a védőjét. Jöhet a Mavc. Visszaáll, de ő Smith és Kovács Ádám, de majd csak az időkérés után. Vissza folytatásban. Kovács. Ez is támadó hiba. Csorvási a palánk alatt, nem jó a dobás. Marad a 29-24, Kovács megy közelebb. Csorvási blokkol bele, Petti lódulhat meg. Kucsora kapta el a mezét. A negyedik csapat hibája a MASZ-nak. Pettinek és Lavrićnak már 2 faltja van a körmenben, a másik oldalon Miseknek van 2. Petti, 6 perc még a nagy szünetig, 29-24-nél. Lavrić. És a pöci sem jó, másodszorra sikerül Csorvásinak. 31-24. Smith forgatja át, Kovács.
Smith távolról nem jó. És a pöci. Szépen csinálta Kovács. Mint ahogy Smith is. ...33-26. Áll a játék, mert is Petti cipőjét kell újra bekötni. Cserék sorban, aztán folytatódik a játék, és együttes falt Szióta és Orti. Hardin jelentkezik újra játékra Mavsnál. 5 perc, 4 másodperc még az első félidőből. Misek dobta be Smithnek. Smith kettese ül a körmendi gyűrűben. 6 pontnál tart a légiós. 33-28. Petty. A körmendi Smith falttal együtt. A plusz egy is bent van, 13 pontos Lenzel Smith, 36-28. A lepattanó Hortier, Petty. Horti áll oda egy blokkal segíteni, Petty. Horti. De rossz passz, Ellenhez még eljut. És bent van a hármas. Nem ért hozzá a cipője a vonalhoz, de a játékvezető úgy látta, a kettes. 38-28. Smith, az ő hármasa nem jó. És Lavrics gyűjti be a labdát. Petty kapja. Amikor rohan a körmend, akkor van kosár. Megint Smith-től 15 pontos. 40-28. Hardin. Egy cser után egy újabb tripla. Horti kapja a faltot. Hármat dobhat tehát Jesse Harding. Tizenötödik pontját szerzi már, és még kettő dobhat. Hétnél tart, bőven több, mint a Mavs pontjainak felét ő dobja. Horti helyett Ferenc játékban. Most alacsonyabb szerkezettel mindkét gárda. ...40-31, 3,5 perc még a nagy szünetig. Smith bejátsz a Lavricshoz, és kijön a gyűrűből a labda. Smith lódul meg, de Will Smith. És be is lövi a triplát, nem sokat vacakolt vele. Fölrobogott a labdával, beleállt, bevágta hármas, 40-34. És megint egy kimaradt körmendi dobás, Szióta, Smith.
Beti a falt. Érdekes, hogy sokszor olyan játékvezető fújja be a történéseket, aki nem látja, aki takarásból ítéli azt meg. Most is ez történt. Nem mondom, hogy nem volt fújható félreértés, nehesség, csak furcsa, hogy mindig az, vagy többször az ítél, aki nem teljesen tisztán látja a történéseket. 10 pontos már Devin Smith, 40-35. 11-nél tart, körmendi időkérés. Időkérésre már nincs több lehetőség ebben a félidőben. Van még valamivel kevesebb, mint 3 perc, és 4 pontig jön fel a Mavc 40-28-ról 40-36-ra. Egy 8-0-ás rohanással, amiből pontok tekintetében főleg Devin Smith vette ki a részét. Zónázik megint a Mavc, Terry jelen dobja át a zónát. Igaz, nem 3 pontossal, hanem 2-essel, de betalál. 42-36. Smith. Lavrics mellett viszi be, és be is dobja. 13 pontos már Devin Smith, 42-38. Lenzel Smith, az ő triplája kijön. Szióta gyűjti, adja tovább Smithnek a labdát. 2-10 még a szünetig. Rossz passz. Szióta próbálja elérni, hogy talán még megkapja a csapata a labdát. De a hazaiak jöhetnek az alapvonalról. Mindössze 4 pont a körmend előnye. Ellen megelőzi őt. Kovács. Labdát lop a Mavc. Harden. Szióta. Misek. Harden. Szióta. Harden, van még 7 másodperc a Mavcnak. Nagyon messziről dobja el, és bevágja Neville Smith. Illetve, bocsánat, Jesse Harden. 20 pontos már, 42-41. Jordan Lavrics válaszol. Smith, kilépett Smith. Ellen kipasszolja német Ákosnak a sarokba, Lavrics. Német, 5 másodperc még Ellen. És ő is bevágja a triplát, 13 pontot. Még 34 másodperc, 48-41. Támadó hiba, Szióta ellen. És neki ez már a harmadik személyi hibája. Smith gyakorlatilag végigjátszhatja a hátralévő 11 másodpercet a körben. Smith, német, 1 másodperc lesz, még dobás lesz, de nem pontos, 48-41 a félidő, ugye 1 pontig is feljött a Mavc, szoros második félidő várhat ránk, majd innen folytatjuk.